Na, üdvözlet, szevasztok! Hú, nem is tudom, milyen címe lesz ennek a videónak. Lehet, hogy az, hogy 40 fokba fölök tettük az autóba, mert egy napig nem youtube adok, aztán majd megy, megy az, izéje a balhéma itt a Youtube-on. igen, neked szól Foka és Nagy Attila. De egyébként az a durva, hogy az egész történetben nem ti csináltátok már megint a legnagyobb szart, hanem a Bence gyerek. Há, Bence, nem tudom, egyébként biztos nem nézed a videót. Há, hogy a tökönbe lehet egy videónak olyan címet adni, hogy a videós, aki kihasználta és átverte a rajongóját. Amikor ezt tényként nem tudod, hanem a rajongó mesélt neked egy sztorit, akkor te hogy adhatsz egy videónak ilyen címet? A videóban persze tudom, elmondod, hogy hát igen, ezt a rajongótól hallottam, de egész végig tényeket közölsz, néha ugye hozzáfűzött, hogy ezt a videó rajongótól hallottam. Ennyi erővel. Most a Béla megkeres téged, hogy jaj, Pence, képzeld meg, gumi nélkül háromszor megerőszakolt az alai isti a kecskeméti találkozón a bokorba hátul képzeld el, akkor te csinálsz egy olyan videót, hogy a szalai isti háromszor gumi nélkül megerőszak óta a rajongóját. Hát ne szórakozzál. Ez nem szabad ilyet csinálni. Ez már ki eljátszottad basszus ezt a hörbinél is. Nem tudom, ez, utazol az ilyen balhékra, vagy pedig így ilyen szarmágnes vagy. Tudod, miben volt ez? Melyik filmben vagy? Melyik filmben volt ez? Várjál. Jó, a izébe, Kren néz nézd meg, nagyon hallod. Abban mondta, nek, tudod a kínai az izébe, hogy Csiriusz, te tudod mi vagy? Egy szar Egyébként te is kb. kb ezt, 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 így folytatod, de szerintem ezt te szándékosan csinálod, mert ilyeneket nem, nem, szabad, nem szabad így tényként közölni. Érted? Hiába mondod el, hogy ezt te hallottad, de akkor is ez, ez a tipikus, tudom, hogy lehet, hogy gondolom, mivel ugye stand-up is, te tudod, hogy mi az a, mi, mi, mi az a, mi kell a médiának, ugye? Ez egy tipikus kacsa. Ez ez, 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 a bulvár, ugye? Ez, ez az, amikor például olyan híreket közölnek pulvárlapok, amik nem igazak, és hivatkoznak valakire, akitől hallották, érted is, és, és így megoldják azt, hogy kit le tudják közölni. Ennek semmi értelme. Na, oké, okay, ez ezt szerintem le is zárom, ezt a, ezt a bencés dolgot, mert ez, nekem en, en, már megint kivasta a biztosítékot, hogy miért kell ö, embereket így lejáratni. Ö, ez, ez, és hiába, nekem nem, mond az, nem, nem, nem mondhatod és nem írhatod azt, hogy érted, te hallottad, mert te mondták, ez akkor is te tényként közölted már a címbe. Érted? Akkor itt ad volna oda, hogy a videó ezt állította a rajongó, vagy mit tudom én, ne, 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 az legyen, hogy... És akkor, és akkor aki, és neked is vannak fiatalabb nézőid, akik nem látják át a helyzetet, lehet, és akkor egyből megtámadják azt, hogy az amit lóda, hadbarta, lehúzta minden. És akkor én megmondom őszinte, na, Fóka, most te hozzád beszélnék, ö... Igen, Attila megkeresett kapásból két nappal a találkozótok után, és nekem elmondta az ő verzióját. És én szándékosan nem akartam semmit lépni ez ügyben, nem mondani semmi olyat, nem is. M én akartam a te verziódat hallani, és tudtam, hogy előbb-utóbb biztos lesz róla valami vlog, vagy elmondod, hogy mi történt. Mert én, én nem hiszem el, hogy, hogy te ilyen ember vagy, mert én, én, én téged egy jó embernek tartalak te eljöttél az találkozómra Budapestről, az aki nem tudja, az 220 akárhány kilométer, oda vissza egy 500-as érted, 500 kilométerbe. És akkor például az Attilát lehoztad, ami úgy tudom, hogy ingyen lehoztad, ugye, és haza is vitted autóval, és ott is ott is tök jó fej volt, na meg ugye sokan nem tudják, hogy én amikor már megismertelek, akkor te, úgy, úgy kezdődött a kapcsolatunk, hogy te, na te katona voltál ugye, hivatásos és katona és a rangjelzésedet elküldted, ami ami, ami a, 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 amit a seregbe hordtál, olyan rangjelzésedet elküldted, szóval tök úgy álltál hozzám, mindig tök normálisan álltál hozzá, és lejöttél a találkozóra, ott is jó fel volt, én nem tudom elképzelni róla, hogy, hogy főleg megmondom őszintén, én meg akartam hallgatni azt, hogy te mit mondasz erről a dologról, és ezért a videódat mindenképpen megvártam, elmondtad azokat a dolgokat, amiket, ahogy te láttad is a te verziódat, és én, én ne arra úgy Attila, de én tudom a te verziódat is, de én, én nem azt mondom, hogy fókának hiszek, de lehet, hogy egy old nagy ö, félreértés volt az egész. Lehet, hogy ugye valahogy elindult, ahogy Fók elmondta, az a folyamat, amikor már nem voltatok egymásnak szimpatikusak. És meg lehet érteni, én vagyok úgy emberrel, hogy lehet tőlem, mondjuk úgy, hogy idézőjelben semmit nem csinálnám, de hogyha irítál, felhúz, akkor én ott hagyom, én, én ott hagyom. És... Ö, az, hogy tényleg, nekem írtad, hogy, hogy, hogy tankoltatott a kocsiba veled, de hogy ez 2000 forintról volt szó, és írt, mondta utána, hogy ö, megadja, csak összevesztettek, és emiatt nem adta meg ezt a 2000, forint, a 2000, forint, az, az basszus, az, tudom, hogy minden pénz, de 2000 forint, tudja, ami az utolsó, amikor mi találkozónkon voltunk, az Isten tudja, mennyi pénzt elittünk, meg izéltünk, csesztünk, mert piára meg minden, mert nem érdekelt. 2000 forintot ne akadjunk már fel, Ilyen nem szabad összeveszni. Ez, tudod, ez nem más, mint kicsinyesség, főleg barátok között. Kicsinyesség, 2000 forint. Ez nem mondtad, hogy, hogy, hogy 2000 forintért tankoltál neki. Hát én azt hittem, hogy érted, 20 ezerért. Ilyen nem szabad, 2000 forint, basszus, ne, én is lehet, hogy lehennék úgy, hogy megyek a haverhoz, vagy a, te figyelj, az annyi benzin van, te egyéb Hányszor volt olyan, hogy lerobbantunk kölyökkorunkba, és akkor hozta a haver a mentést, és nem arról volt, hogy te utána felhándigáltuk. Azt nagyon sajnálom, hogy kintöltötted az éjszakát a, a, az utcán, de nem tudom, nem tudom, mik volt. Ha ott lettem volna, akkor tudom. Így nem, így nem tudom, hogy mi volt. Biztos jó, kihúzta a gyufát a fókánál. Lehet, hogy fordida is volt, irritáltátok egymást. Összevesztetek. Ezzel nincsen semmi baj. Ő elment a jobbra, te elmentél balra. Te ott töltöttél egy éjszakát az utcán, de hát ez nem úgy kell előadni, hogy a, most átvert téged ő azzal, mert nem biztosított szállás, mert összevesztetek, basszus. Hát egy nővel is lehet, hogy akivel együtt élek 20 éve, azzal összeveszek, az szakítok vele, és akkor mit tudom, én, mert irritál, érted? És akkor már utána nem biztosítok neki szállás még 30 évig, mert ez, 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 ezek, ezek olyan. És, és én, 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 úgy érzem, fókar nem olyan ember, aki, aki ö, szándékosan neked ártott volna szerintem nem, nem, ő nem, biztos nem akart lehúzni téged. Ő lejött a találkozomra az ami én egy, szerintem egy nem tudom mennyibe kerülhet, mennyibe kerül, hát egy 500 km gyerekek. Ha 5 literes fogyasztással vesszük, akkor sem, úristen mennyi benzén. Hát, és a saját kocsiával jött le, nem hiszem, hogy csövesnek kellene mondani, nem tudom, ennyi erővel én, én rám is mondhatod, hogy csöves, meg, meg rám is mondhatjátok, hogy csöves vagyok, mert van egy, egy MK3-os Ventom, ami, ami baromi régi autó, örülök neki, hogy, hogy tudtam venni rá használtan felliket, nem vagyok gazdag ember, de szerintem nem is ezen múlik. Érted? Még hogyha még ha vógának lennének anyagi nehézségei, El, akkor se szabadná azt mondani, hogy csöves. De ha nincsenek, érted? Mindegy, tök mindegy, hogy vannak-e vagy nincsenek. Nem az szabja meg egy embernek az értékét, hogy mennyi pénze Na, itt meg dudaltak. Ja. Jó van, szerintem befejezem. Bence meg... Nem tudom, hogy nézed ezt a videót, de paróira kiúzod a gyufát ezekkel a hülyeségekkel. De ezt, ezt, ezt csinálod, én föl voltam rád iratkozva, leiratkoztam, mert föl, föl baszol a ilyenekkel. Nem szabad ilyeneket csinálni. Te nem vagy egy rossz ember, miért csinálod ezeket? Volt az a örbis hülyeség is, amikor... Ö... csináltál? Baszolja, a, hizé... a privát beszélgetéseteket kitetted a izére, Youtube-ra. Hát ilyet nem szabad csinálni, ezeket nem csináld, ez tök jó, minden, szépen el vagy, ezzel nem csinálsz nézettséget se, elég jó, elég clickbait cím volt ez a, izé, ez a, a videós, aki hardvárta, izé, biztos nagyon jó nézettséget, sok oda, de annyit meg nem ér, annyit, annyit nem érz vele, mint amennyit vesztesz így emberként, érted? Vannak olyan emberek, akiknek nem szimpatikus ez, és ez, ez nem lesz, nem, nem, nem válik neked előnyödre, hogy, hogy ilyeneket csinálsz, a vágod. Figyeljétek, raktam egy olyan izét sem magnek nevezik, és nem vagyok arab. Tudjátok, az az arab sár, azt raktam oda rá. Tök jó néz ki, nagyon tettük. Na, jó van. Akkor nézzé, szerintem elbúcsúzok, meg ide rohadok. Megiszom a sorom, megyek be, azt ezt a videót, aztán sértődjön meg, aki akar. Azt remélem nem sértődsz meg, de ezt nem így kell, nem így kell, nem így kell kezelni, hogy ha összevesztek, akkor az szarember, rossz ember. Rám is meg voltál sértődve. tudod, amikor mondtam, az ízéket, csináltam videót arról, hogy a, a Tigetos szindrómáról, tudod mi, hogy a izéket lelökik, meg minden, hogy, hogy én miért bántom a izé beteg embereket, meg ilyesmi, de akkor én is éreztem benned azt, hogy nagyon, nagyon negatív voltál velem szembe, pedig ez az én véleményem, ez, 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 az, ez ugyanaz, ez ugyanannyira rasszizmus, hogyha ha valakinek nem fogadod el a véleményét, és azt amiatt gyűlölöd, mert ő például olyan az az ember, és olyan gondolkodása van, mint hogyha épp a, a, a szó szerint vett rasszizmust akarod vagy rasszistákat utálod, érted? Mert, mert az is, az, is rasszizmus, hogy, hogy ő például a csoki nem szereti, és akkor te ezért utálod. Ez kb. ugyanaz az eset. Érted? Hogy én most, nekem van egy ilyen véleményem, és ezt én elmondom neked, azért engem ne utálj. Oké, okay, de nem értesz vele egyet, ezzel nincsen semmi baj. Neked ez a véleményed, nekem az a véleményem, én ilyen ember vagyok, te olyan ember, de még nem kell utálni a másikat. Na, jó van, elmegyek, mert ma belevonok itt minden szart. Baromi melegem van, mert itt 50 fog van, és ki kellett jönnöm miattatok itt videózni, vlogolni. Na, jók legyetek aztán, izé, nyugodjatok meg békébe. Ja, nem tudom, ez, 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 úgy lenne jó, egy olyan videó, ahol beszéltek mind a kettő, egy, 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 nem személyesen esettek, hanem egy, egy beszélgetés, egy Skype vagy akármilyen beszélgetés, felvenni szépen, lera, felrakni és nem egymás szobába vágni, hanem szépen elmondani az dolgokat és akkor szembesíteni lehet az embereket, látni a reakciókat, hogy hogy lép a másik, az egyik, egyik, ember mit reagál a másik ember mondandójára, és akkor ugye le lehet szűrni, hogy jé, hát ezek csak hülyék, ezek összeveztek, vagy jé, ez, ez rossz félelhetette, vagy akármi történt. Na mindegy, lényegtelen, nem kell szuper jóba lenni, de nem tudom, én, én azt mondom, hogy fóka nem rossz ember, nem, nem Na, na, na lesz, megvan, seggetekre! Meg a szalaisti meg fog benneteket dugni háromszor gumi nélkül. Csá! Hát, hogy kell kikapcsolni?